Sziasztok, a nevem Veronika, és ez itt a Valódi Bűnesetek. A mai részben egy 12 éves lány rossz párválasztását fogom nektek elmesélni, ami egy kegyetlen, véres gyilkossághoz vezetett. Van egy különlegesen kegyetlen rész, ami nekem nagyon megkökkentő volt, szerintem nektek is az lesz. Amikor gyerekek gyilkolnak, az sokkoló, de amikor a gyerekek a saját szüleiket ölik meg, az még megdöbbentőbb, még elképzelhetetlenebb. A legfiatalabb ember, akit valaha több rendbeli gyilkossággal vádoltak meg Kanadában, az Jasmine Richardson volt, aki 12 éves volt a bűncselekmények elkövetésekor. Akkoriban a 23 éves barátjával, Jeremy Steinkével egy hidegvérű tervet dolgoztak ki, mivel a lány nem tudott együtt lenni a barátjával, mert a szülei ezt nem pártolták. Ezért a lány úgy döntött, hogy minden akadályt elhárít, ami a szerelmi kutyában áll. Pár mondatban bemutatnám a 23 éves férfi gyermekkorát. Jeremy Steinke nem volt olyan szerencsés, mint Jasmin. A fiú édesanyja alkoholista volt, és nevelőapja többször bántalmazta. Az iskolában is gúnyolták a diáktársai. És mire találkozott Jasminnal, addigra már öngyilkosságot is megkísérelt. Steinke barátai szerint azt állította, hogy ő egy 300 éves vérfarkas, szereti a vér ízét, és ezért mindig egy vérrel teli kis fiolát hordott a nyakában. Egy közösségi oldalon találkoztak, ahol Steinke 15 évesnek vallotta magát. Steinke egyik barátja azt mondja, hogy 2006 elején már ismerte a pár egymást, egy punk rock show-n találkoztak. A korábban egyházorientált, tiszteletbeli diák Jasmin egyre jobban átvette ezt a gót stílust, erős, sötét sminket használt, a gót stílus miatt is, és azért is, hogy idősebbnek tűnjön. Miután Jasmin és Jeremy egymásba szeretett, és elkezdték a kapcsolatukat, ezt előbb-utóbb megtudták a szülők is, és nem igazán tetszett lányuk vérfarkas választottja, ezért megtiltották a lánynak, hogy bármilyen kapcsolatot is fenntartson a fiúval. Elkopozták még a lány számítógépét is. Jasmin nagyon dühös lett a szüleire. Olyanokat írt Jeremynek, hogy ezt még meg fogja bosszulni, meg fogja élni a szüleit, vérrel kell fizetni ezért, hogy őt ennyire megalázták, hogy ezt a szart nem nyeli le. Na most ezek után a család próbálta a lányt tanácsadásra vinni, és Jasmin eljátszotta, hogy ez a tanácsadás ez segített rajta, mert tényleg nem akar kapcsolatot a fiúval, Jeremyvel, és ezért, mivel folyamatosan ezt a hazugságot adagolta a szülőknek, ezért a szülők elhitték neki, és visszaadták neki a számítógépet is. Így a lány könnyebben tudott kommunikálni újra Steinkével. Miután visszakapta a számítógépet, ugyanúgy meg volt sértődve, és a bosszú az még jobban forrt benne, és ugyanúgy folyamatosan írta Steinkének, hogy akkor bosszút állunk, hogy álljunk bosszút, akkor forrt ki az a terv, hogy igen, akkor öljék meg a szülőket. Hiszen Jasmin nagyon félt, hogy újra a szerelmük útjába fog állni az anyja és az apja. Jasmin beszélt a terveiről a barátainak, de ők nem hitték ezt el. Azt hitték, hogy csak egy heves tini, aki indulatában beszél ilyeneket. Nem gondolták, hogy ebből valami komolyabb is lehet, de sajnos lett. A gyilkosságok előtt Steinke megnézett egy filmet, a Natural Born Killers 1994-es filmet, ami egy párról szól, akik gyilkosságokba kezdenek. Steinke később egy tiszttől azt kérdezte, hogy láttad már valaha a Natural Born Killers-t? Ez minden idők legjobb szerelmi története. Steinke azt mondta a barátainak, hogy neki és a barátnőinek hasonló módon kell a családot megölni, és nem szabad kimélni a lány öccsét sem. A gyilkosság éjszakáján a pár úgy gondolta, hogy itt az ideje, hogy a szülők megfizessenek a tetteikért. Ezért 2006. április 23-án
elmentek Jászmin szüleinek otthonába, a Medicine Hat egyik csendes utcájában lévő lakásba, hogy tervüket végrehajtsák. Azon a végzetes éjszakán Stenka először Jászmin édesanyját találta meg, Debra Richardsont, aki 42 éves volt ekkor, és 12-szer szúrta meg Stenke a nőt. Majd az apát, a 48 éves Mark Richardsont támadta meg Stenke, és őt is halálra késelte 24 készszúrással. Miután Jeremy végzett Jászmin szüleivel, felment az emeletre, ahol Jászmin leszúrta, mellkason szúrta a 8 éves öccsét, majd Jeremy elvágta a kisfiú torkát. A fiú 8 éves volt. Később a bírósági tárgyaláson Jászmin azt állította, hogy a fiú gurgulázott, és az volt az utolsó mondata, hogy túl fiatal vagyok a halálhoz. Amikor megkérdezték, hogy ezt miért kellett megtenni, hogy megöljék a szülőket, azt mondta Jászmin, hogy ő úgy gondolta, hogy ez közelebb viszi őket egymáshoz, és hogy így nem állhat semmi a szerelmük útjába. És amikor megkérdezték, hogy miért kellett megölni a 8 éves öcsédet, azt mondta, hogy ezt szeretetből tette, kegyelemből, hiszen nem akarta, hogy szülők nélkül nőjön fel. Számomra ez a részlet a legmegdöbbentőbb ebben az egész történetben. Másnap a szomszédból egy kisfiú átment, hogy Jászmin öccsével, a 8 éves Jacobbal játszon, de benézett, és az ablakon keresztül úgy tűnt, mintha holttesteket látna, ezért hazaront és szólt az anyjának, aki hirtesítette a rendőrséget. Brent Szekondiák felügyelő érkezett a helyszíne, aki egy aloksori ablakon át benézett a házba, és legalább egy holttestet látott. Ugye nagyon véres helyszínről beszélünk, ezért nem volt teljesen kivehető, hogy mit lát. Abban biztos volt, hogy legalább egy holttest van az aloksorban. Rögtön hívott más tiszteket is, mert úgy gondolták, hogy valaki még életben lehet, hát ha meg tudnak menteni valakit a házban. Délután egy órakor találták meg Debra és Mark Richardson holttestét az aloksorban. Miközben a rendőrség nyomozott a házban, ugye a szomszédok összegyűltek, és ők is leselkedtek a ház körül, és az egyik szomszéd azt mondta, hogy úgy néztek ki a holttestek, mint a kibelezett halak. Majd felmentek az emeleti hálószobába, ahol megtalálták a 8 éves kisfiú holttestét is. Majd keresték Jászmint is, azt hitték, hogy őt elrabolták, hiszen ekkor még senki nem gyanakodott a lányra. Majd később elkezdték a lány szobáját átkutatni, és kezdett körvonalazódni az, hogy a lányt nem mint túszta volták el, hanem ő volt ennek a gyilkosságnak az egyik résztvevője. Később kiderült, hogy a gyilkosság után Jeremy és Jászmin egy órával a gyilkosság után egy étteremben együtt nevetgéltek, fogták egymás kezét és csókolóztak. Május 3-án Stenke egyik barátját, Casey Lancastert is megvádolják azzal, hogy segített a párosnak. Mivel a gyilkosság után Jászmint és Jeremyt kb. 100 km a gyilkosság helyszínétől találták meg, és azt gondolták, hogy Casey segített őket elvinni a helyszínről, ezzel gondolták, alibit biztosítanak maguknak, hogy ők jóval messzebb voltak a gyilkosság helyszínétől aznap. A 2007-es tárgyaláson Jászmin Richardsont a kora miatt GR-ként emlegették. A lány ártatlannak vallotta magát. Az beismerte, hogy voltak ilyen hipotetikus írásai és beszédei, hogy meg akarja ölni a családtagjait, de soha nem gondolta ezt komolyan, nem gondolta, hogy ő ezt át akarja élni, tehát, hogy ezt ő nem tette meg, ő mindent tagadott. De később egyre több bizonyíték került elő, ezért nem hittek neki. Meg Stenke is vallott, és Stenke barátja, akit bűnrészességgel vádoltak, hogy ugye az eset után elvitte a párost 100 kilométerrel arrébb a helyszíntől. 2008-ban Jeremy Stenkét
három rendbeli elsőfokú gyilkosságért elítélték, és 25 évig mindenképp a börtönbe kell ülnie, és utána kérheti a feltételes szabadlábra helyezését. Steinke azért szabadulhat, azért kérheti a szabadlábra helyezését 25 év után, mert minden elkövetett elsőfokú gyilkosságért 25 évet kapott, de ezt egyszerre kell letöltenie. Tehát nem külön-külön, ezért kérheti, hogy 25 év után feltételesen szabadlábra helyezzék. A pár a bebörtönzés után is tartotta levélben a kapcsolatot, és Steinke meg is kérte Jászmín kezét, aki igent mondott. Egyik levél sem fejezte ki a megbánást vagy a bűntudatot. Jászmín Richardson 2007. júniusában állt bíróság elé, három rendbeli elsőrendű gyilkossággal vádolták, ő ártatlannak vallotta magát, de több órás tanácskozás után az esküdtszék meghozta az ítéletet, mindhárom vádpontban bűnös. 2007. novemberében Jászmint 10 év börtönbüntetésre ítélték, ami az ifjúsági büntető igazságszolgáltatás törvénye által a legmagasabb kiszabható büntetés. A törvény kimondja, hogy akik a bűncselekmény elkövetésekor 14 éve aluliak voltak, azok felnőtt korban nem vádolhatóak, és legfeljebb 10 év börtönbüntetést kapnak. Tehát ez azt jelenti, hogy ha 10 év börtönbüntetést megkapja, kijön, és utána a felnőtt korában megint elkövet egy bűncselekményt bizonyos idő eltete után, akkor nem vetik elő azt, amit gyerekkorában elkövetett. Szerintem, főleg ha a visszaeső bűnözőkről van szó, talán foglalkozni kéne azzal, hogy kiirtott egy egész családod, de ez az én személyes véleményem. Mutathatnak javuló tendenciát, de nem biztos, hogy el kellene az egészet törölni, és el kellene felejteni, de még egyszer mondom, ez csak az én saját véleményem, személyes véleményem. A lány 6 év börtönt, és 4 év közösségi felügyeletet kapott. Casey Lancaster ellen a gyilkossági vádat ejtették, nem ítélték el bűnrészességben. Bevallotta, hogy akadályozta a nyomozást, és ezért egy év házi őrizetet kapott, és elrendelték, hogy tartózkodjon az alkoholtól és a drogoktól. Jeremy Steinke most is egy kanadai szövetségi intézményben van, a kanadai adatvédelmi törvény értelmében. Nem lehet megmondani, hogy melyik intézetben van, kivéve, hogyha fogva tartott előzetesen bele nem egyezik. Jászmín 18 hónapot várt az ítéletre, és ezt az időt is beszámították a büntetésébe. Jászmín Richardson 2016 májusában letöltötte büntetését, és semmilyen további bírósági feltételt, korlátozást vagy felügyeletet nem kapott. Majd teljesen felmentették a büntetési igazságszolgáltatás alól, úgyhogy ma már mint egy szabad ember élheti az életét. Jászmín szabadon engedése után Catherine Beyak, aki az ügyvédje, azt mondta, hogy ebben az esetben a rendszer működött, és nem fogja még egyszer Jászmín megsérteni a törvényt. Azt is elmondta, hogy ha Jászmín 5 évig nem követett semmilyen újabb bűncselekményt, akkor a fiatalkori bűnügyi nyilvántartását lezárják. Utolsó bírósági tárgyalásán Jászmín egy ismeretlen helyről jelentkezett be egy zárt láncú tévén, és elvileg köszönetet mondott a bírónak, de semmilyen megbánást nem mondott, nem mutatott, és nem kért bocsánatot sem. Scott Brooker bíró később megjegyezte Jászmínnak, hogy egyedül élt egy közösségben, és az utolsó 5 évben ugye Calgaryban egyetemen tanult, és emiatt reméli, hogy nem lesz újra összeütközése a törvénnyel. Azt is mondta, hogy szerintem a szüleid és az öcséd büszkék lennének rád, hiszen a múltat már nem tudod visszacsinálni, de a jövőben még élhetsz úgy, hogy kontrollálod a tetteidet. Gondolkozol, mielőtt cselekszel. Hát ez megint egy személyes vélemény, de elég furcsa egy megjegyzés, de ők látták a pszichiátriai jelentéseket, lehet, hogy így van. Bár az, hogy büszkék lennének rá, nem tudom. Brooker bíró kijelentette, hogy Jászmín rehabilitációja elérte az összes célját.
A Medicine Hatben lakók, ahogy a szülők lakása volt, ott a szomszédok eltérő véleményt fogalmaztak meg, mint a bíró. Secondi felügyelő, aki elsőként a véres helyszínre, ő aggodalmát fejezte ki. Ő nem teljesen biztos abban, hogy Jasmin kezelése hatásos volt. Ő nagyon reméli, hogy Jasmin nem verte át az igazságszolgáltatást, és hogy ez az eset nem fog előfordulni valamilyen módon még egyszer. Ő látta, hogy annak idején mi történt, ezért kételkedik abban, hogy a lány teljesen meggyógyult, és hogy kordában tudja tartani az érzelmeit. Volt, aki úgy nyilatkozott, hogy ha Jasmin elég idős volt ahhoz, hogy ezeket a véres gyilkosságokat megtegye, vagy részt vegyen benne, akkor elég idős ahhoz is, hogy számára megfelelő börtönbüntetést szabjanak ki. Mások, a volt szomszédok úgy vélték, hogy Jasmin megérdemel még egy esélyt, hogy kapjon egy új életet. Itt egy nagyon, nagyon kettős a közvélemény ezzel az üggyel kapcsolatban. Egy bírósági jelentésben dicsérték Jasmin rehabilitációjának eredményességét, és hogy lelkiismeret furdalása őszinte. Bár egyes jelentések szerint ugye azt hallottuk, hogy az utolsó bírósági tárgyalásán, amikor megjelent az ATV-n, nem kért bocsánatot, és nem mondta a megbánást, de a jelentésekben ez van. Richardson valószínűleg hány év alatt él valahol Kanadában. Medicine Hat polgármester Ted Claxton azt mondta, hogy rendben van, hogy Jasmint kiengedték, de nem örülne annak, hogyha a Medicine Hatben lakna újra, és azt is elmondta, hogy miért. Mert hogyha visszamenne Medicine Hatben és valaki felismerni, az nem szolgálna a lány érdekeit. Másrészt beszennyezte ennek a kisvárosnak a közösségét, és sok embert megbántott. Ebben a részben picivel több érzelmet vittem a történet elmesélésébe, hiszen számomra felfoghatatlan, hogy a 8 éves kisgyereket azért kellett megölni, mert jó szívű vagyok, hogy ne kelljen árván felnőnie. Tehát számomra ez felfoghatatlan és elfogadhatatlan. Ez az én saját személyes véleményem, és mivel ez az én videóm, ezért úgy gondolom, hogy én ezt elmondhatom. Azt, hogy az ifjúsági bűncselekményeket törőjük, vagy nem, részben igaz, hiszen hogyha a kisebb dolgokról van szó, az teljesen igaz, hogy ne az ember életét ne pecsételje meg később. Nagyon sok ember elkövet kisebb-nagyobb hibákat a fiatal korában. Valószínű, ez minden országban különbözik, hogy előszedik-e a régi aktákat, ez Kanadában történt. Szerintem azért is kellene néha különbséget tenni a között, hogy lezárjanak egy aktát, vagy nem, mert Jasmin Richardson a valaha volt legfiatalabb ember, akit több rendbeli gyilkossággal vádoltak meg Kanadában. 12 éves volt az elkövetés, a gyilkosságok elkövetésekor. Tényleg érdekel, hogy ti mit gondoltok erről az esetről. Ha gondoljátok, akkor kommentben írjátok meg. Azt is, hogy szerintetek ilyen esetben is el kellene törölni az aktákat, vagy sem. Köszönöm, hogy ezt a részt is megnéztétek. Ha egyetértetek velem, vagy valami tetszett a videóban, akkor kérlek, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és nyomjátok meg a csengőt, az összes értesítést kérek, és akkor mindenről kaptok értesítést, hogyha új videót teszek fel, vagy posztolok, vagy mondjuk élőadást kezdtek a csatornán. Köszönöm, hogy ebben a videóban is velem voltatok, remélem a következő videóban találkozunk, addig is. Sziasztok!